Az az évfolyam, mely utolsó nekirugaszkodása előtt áll, mielőtt végleg lezárja a gyerekkort, az érettségivel olyan tanévet tudhatott maga mögött, mely során nem találkozott az osztálytermek össze nem téveszthető hangulatával. A koronavírus járvány miatt gyakorlatilag nem jártak iskolába ebbe a tanévben, így kellett felkészülniük a záróvizsgára. A helyzet azt is eredményezte, hogy idén csak írásban kellett számot adni tudásukról, ami persze nem mindenkinek előny, de változtatni nem lehet rajta. Az idén körülbelül 70-en érettségiznek, ebben vannak előrehozott érettségizők is, tizedikesek, tizenegyedikesek idegen nyelvekből, angolból, németből, illetve informatikából tehetnek előrehozott érettségit, illetve a végzősök, akik közül, de persze nem lesz itt mindenki az érettségin, az írásbeli érettségin, mert van, aki emelt szinten érettségizik, és a központi kijelölt helyen írják majd meg az érettségit. Volt egy kis extra félelem is, hogy azért mégsem jártak egy évig tulajdonképpen be az iskolába, de azt gondolom, hogy a kollégák is és a gyerekek is mindent megtettek azért, hogy sikeres legyen ez az érettségi. Tehát felelősen viselkedtek a gyerekek is évközben, különösen a második fél évben, amikor már úgy tűnt, hogy nem jönnek vissza az iskolába, csak kis csoportos foglalkozásokra. Úgyhogy ez az érettségi annak ellenére, hogy rendkívüli a helyzet, mégiscsak azt tudom mondani, hogy úgy zajlik, mint bármikor máskor. Nyugodt légkörben tényleg a gyerekek figyelnek, koncentrálnak láthatólag, és a kollégák is persze igyekeztek megnyugtatni őket, úgyhogy rendkívüli helyzet ellenére minden rendben zajlik. A rendnek megfelelően első nap a magyar feladatokkal kellett megbirkóznia a tanulói ifjúságnak. A vizsgafeladatok felett döntők is, mintha könnyebb kézzel választottak volna, bekalkulálva az év nehézségeit. A magyar írásbeli feladatok nem különösebben bonyolultak szerencsére, tehát voltak könnyű, egészen egyszerű könnyű feladatok is a szövegértési feladatlapon. Persze voltak nehezebbek, igényesebbek, aki ötös szeretne, az természetesen ezeket is meg fogja tudni, vagy meg tudta oldani. A szövegalkotás pedig egy mixált novella elemzését kérte, illetve egy Arany János és egy Tóth Árpád vers összehasonlítását, ami azt gondolom, hogy megoldható feladat, sőt, talán a novella elemzés lesz megint az, amelyik inkább vonza a diákokat, és nem hiszem, hogy olyan borzasztó nehéz a feladat, ennek biztosan örültek, hiszen azért meg is csak hiányzott ez az egy év jelenléti oktatás. Az aránylag könnyűnek titulált magyar érettségi után matematikából és történelemből kellett számot adniuk tudásukról. Nem egyszerű a történelem. A matematikáról volt, aki úgy jött ki, hogy jó, hát azért meg lesz, meg rendben van, de bizony volt, aki nagyon kétségbe volt esve a jobbak közül, hogy nem úgy érezték, hogy talán nem sikerült úgy, ahogy eltervezték. A történelem nem egyszerű, ez kétségtelen, ez a történelem feladatlap, tehát egyáltalán nem találtak a gyerekek olyat a feladatok között, amire úgy gondoltak, vagy tippeltek, hogy talán lehet. Az esszék is egy picit ilyen periférikus témákból kerültek bele a feladatlapba, bár a források egészen informatívak. Tehát aki tényleg ügyes, tud gondolkodni, térképet, az atlasz is tudja használni, és vannak azért ismeretei, az össze tudja jól rakni. A magyar ez egy jó feladatsor volt, most idén egy könnyebbet állítottak össze. A szövegértés az igazából adta magát, ott nem volt nagyon ferdítés, a válaszokat ki lehetett következtetni a szövegből. Novella elemzés, hát ismeretlen volt a mű, de megoldható volt, össze lehetett azt is hozni. Az érvelés szerintem az szintén egy nagyon-nagyon jó témáról szólt. Matematika, az viszont egy nehezebb volt. Azzal nehezebben sikerült megbirkózni, ha még lehet ilyet mondani, mert ugye eredményről még nem tudunk. De ennek ellenére szerintem meg lesz, mindenből összejön az, ami kitűztem magam elé. Ez a történelem, ez meg ugye szintén olyan volt, mint egy szövegértés, benne voltak a válaszok, ha lehetett hozzá használni a térképet is.
aki ügyes volt, az megtalálta magának a kiskaput, hogy meg tudja oldani őket. A magyart azt nagyon jónak érzem, mármint, hogy a témák is nagyon tetszettek. Egyébként nagyon féltem a novella elemzéstől, meg a verselemzéstől, de végül az sem volt olyan vészes, mint gondoltam. Hát a matek az tegnap az elég húzós volt szerintem, már az első rész is elég nehéz volt szerintem. Hát a második az meg az nagyon nehéz volt, mert volt olyan feladat, ami szinte elő se került az ismétlések során. Hát a történelemnél az első rész az szintén nagyon tetszett, a második, hát ott a témák azok megint csak nem olyanok voltak, amiket így legfőképp gyakoroltunk, de szerintem írható volt az is teljesen. Az érettségi mellett a továbblépés is feladata a gyerekeknek. Az iskola igazgatója azt mondja, általánosságban megfogalmazható, hogy a tanulók képességeiknek és felkészültségnek megfelelően választottak. Nem feltétlenül az a mutatója egy iskola minőségének vagy mienségének, hogy hányan mennek divatos pályákra, hanem az, hogy megtalálják-e azt a területet, azt a szakmát, azt a hivatást, amihez a képességeik is elegendőek, megvannak, az elvárásaiknak, nem másoknak, a saját elvárásaiknak is megfelel, illetve van olyan szorgalmuk, olyan munkamorájuk, amivel el is tudják érni azt az eredményt, amivel be tudnak jutni valahová. Ebben az évben ez kicsit nehezebben alakult ki, teljesen érthető módon, hiszen az előző évben, években több lehetőség volt arra, hogy a pályaorientációval foglalkozzunk, illetve nekik pont ennek az évfolyamnak volt olyan alkalom, amikor egy karriertanácsadó foglalkozott velük, és ez nagyon, nagyon tetszett nekik, és akkor sokat segített. Viszont az utolsó évben gyakorlatilag a tanárok maradtak, akik esetleg tudnak segíteni valamiben, hogy mégis merre menjenek tovább, vagy segítettünk keresni olyan területet, ami elérhető a számukra, és tényleg reális választásnak tűnik. A legtöbben a gazdálkodás és az informatika irányába indultak el. Viszont akadt olyan tanulója is az iskolának, aki idővel történelem tanár akar lenni.